hölgyeim és uraim, a Sóder színpadán a magyar Sport közönség díjasa, a 20-szoros boruló és szabaduló művész, az ultrazsír és tetőbajnok, Kővári Barna és navigátora Pintér Ricsi. Isten hozott benneteket! Kővári Barna, Pintér Ricsi, parancsoljatok, foglaljatok helyet, mi nálunk! Foglaljatok helyet! Azt lehetne, hogy ezt a bájos szemüvegeteket, amely kicsit le. Így egy science fiction levennétek, amelyet hát gondolom, mint show elemet, mert gondolom, hogy nem ebbe versenyeztek, ugye? Nem, ez csak design. Van-e valami bejátszásunk, hogy egy picit valamit villantsunk meg abból, hogy valami miket is csináltok? Valami. Na itt, és kérlek, hogy kommentáljátok, mit látok? Ez a pécsi versenyen történik, itt majdnem a Pintérnek baja lett. Pács! Hoppá. Tehát igen, földöltünk, úgy nem kicsit, de ezt tudni kell, hogy ezelőtt az esés előtt történt még egy borulás. Na várjál, most csak arra szorítkozunk, amit a képen Stomi Vigyim nekem. Te most oldalán van az autó, a Pintér leugrott, én meg próbálok kimondani. De ő miért volt eleve kint? Hát ez se életszerű. Hát ezt akarom elmesélni. Ez se életszerű, hogy egy Mitfarer miért van kint. Igen, most visszadöntjük az autót, ott van már ugye az utolsó ember, aki az... Hát így néztünk ki. Ojj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 j
Na akkor most meséld el, hogy akkor, hogy is, hát ez dervesztő, amit láttunk. Hát igen, ja, úgy kell gondolkozni, hogy mi úgy megyünk oda egy versenyre, hogy ha törik, ha szakad, célba érünk. Tehát ez az a... Hát ebből a töriket azt láttuk, ez egyértelmű, ez azt hiszem, ennek megfeleltetek. Általában a versenyek 70-80-90%-ában összetörjük az autót. Nem direkt, hanem csak azért, hogy így alakult. Na most itt mi történt? Ugye láttunk egy borulást. Borulást. Ezelőtt van még egy borulás. Tehát ezt tudni kell, hogy ez az egész történet egy gyorsági szakaszon volt. Uh-huh. Minden rendben volt, autókáztunk, jól éreztük magunkat, stb. És az egyik kanyarban sajnos anyagfáradás miatt a bal hátsó kerekünk elfogyott. Tehát kiszakadt. Pucs, erdőbe be, mi akkor átestünk, mint egy ólajtó. Általában egy kerékre esik az autó, mint a macska. Kerékre esik, indító, rendet teremtettem, elindul a kis trabicsek, jó, sehova nem tud. Oké, viszlát, eltört a kormánymű, nincs bal hátul futóművünk, jobb hátul kiflire hajlott a kerék, a két doblemez lehajolva, mint egy Beatle. Most akkor mi lesz? Jó, jönnek, ugye azon a közönség agyik, tehát ugye nagyon rohangálnak oda hozzánk, nagyon tényleg iszonyatos szeretetünk van, szeretet van. Igen, igen. Összerakjuk az autót ott bent a gyorsági szakaszon, rajtunk a sisak, maszk. A közönség segítségével? Közönség segítségével kirángatjuk, oké, a rossz kereket lecseréljük, az erdőből meghozzák a másik kereket, be a csomagtartóba. Jó, mi legyen? Hát, hogyha bal hátul van kiszakadva a hátulja, akkor a pintér üljön már ki jó belőlre, balanszírozunk valamit, le kell jutni a gyorsaságiról, mert ott a szervizpad. Jó, igen. Pintér ki, elindulunk, szépen utazunk 50-nel, annyival legalább kellett menni, mert a kis trabi csak akkor tudott haladni. Igen. Az érzés olyan volt, mint a Simpsonnal mentem. Hát pont. Léghűtéses. Igen. Én megmondom őszintén, hogy a Ricsi is izgult kint, de én megben dolgoztam elég keményen, mert ugye a kormánymű az egyáltalán nem működött. Tehát a kormányunk annyit lehetett tekerni rajta, hogy egyszer... De ilyenkor a versenyt már rég leintették, nem? Nem leintették, nem. Mert a záróautó mögöttünk jön. Tehát a záróautót sose engedjük el. Tök mindegy, hogy mi az, de ne előzének minket. Ne engedjük el. Haladunk, murvás kanyar, elindul az autó hátulja, na, minden erőmet összeszedve elteknem a kormányt balra, jó, erre még megy, jobbra már nem. És akkor történt ez a bizonyos esemény, hogy beestünk balra az árokba, pács, jobbra, föl, oldalára. Ezt láttuk. Igen. És akkor én meg csak nézem, mondom, a pintér ott kint van, hát úristen, még meghal ez is nekem, mert mi lesz ebből az egészből? Mi az, hogy ez is már több navigátort elfogyasztottál? Nem, ott még nem tartunk, hála Istennek. De hát mondom, az autót már eleve kukára írtuk, még amikor pintért is az én számomra írják. Kukára írtuk. Akkor ez is az én számlám, mi lesz még a mai nap folyamán? Fölugrottam, és ez az idióta, meg a józan paraszti. De ezt jól sejtetted. Ez nem volt szándék. Kim Boris már vissza. Kim Boricsát vissza, mondom neki, hogy te öcsém, mert mit kereselte kint, akkor Boricsát vissza, segítsen. És ő egyedül vissza tudja borítani a verdát? Hát ketten vissza tudjuk borítani. Ezek azért nem lehet. Na igen. Nem a legyek porták ezt ide. Neked mi az erdély szakmád, Ricsi? Épületasztalos. Nem látszik? Nem. Azért megyünk erdőbe. Igen, és azért megyünk autóval. Ja igen, tényleg nézik, hogy Lucz Borovi. Hát könnyű pótolni az alkatrészt, nem? Világos. Említettétek, hogy gurul a kerék. Egy haveromnak 35 évvel ezelőtt volt egy kis poszkia. Redől leart. Poszkiaj. Lükvercizés, stb. Hátra ment azt, hogy megnézzük a tollató lámpát. Gyerek tollat azt mondja, én már csak annyit láttam, hogy a tányér sapka gurul a zárokba.
Volt egy emlékezetes akciótrilleretek egy patakban. Beestünk oda is, volt olyan. Tehát azt igen, tudnunk kell, hogy tényleg elég sokszor elesünk. Nem azért, mert direkt, hanem egyszerűen... Persze, hát őt sem azért ölöd meg, mert te meg akarod, csak hanem ő csak úgy alakul. Így egész egyszerűen, mint az eddigi több bitvár ered. Mert azért te gyanúsan hallgatsz erről a kérdésről, nem, hogy egyében van veled, hogy mi történt az elmúlt 9 év alatt, hova lettek ezek a drága bitvárerek. De hát mindegy. Sokat, összesen négyet, de... Azokkal az. Sem az a történt, hogy véletlenül valami bajuk lett volna, nem csak egyszer kiszállt. Pándi Kővári 4-4. Igen. Egyszerre nem bírták a strapát. A pintér meg jól el van velem. Na jó van. Igen. Ugye hajtás, sietés, mi lesz most a történet? Semmi közünk az egészhez. Izgulás, kézremegés, megforgás, bénázás, stb. Jó, út, kiskanyar, híd, patak. Ennyi, átfordulás. A csuklómon átfordult az autó, kiesett az itiner, összeszedtük, kikalapáltuk, célba értünk. Mert nem adjuk fel a versenyt. Soha nem adjuk fel a versenyt, ameddig még dobog a szívünk. Erről szól a történet. Említettétek az itinert, akkor mutassuk meg, hogy ez hogy működik. Hoztatok egy ilyen itinert, amit hát magyar szóval hogy mondhatnánk? Úti kód, úti segítség, úti terv. Ez az, amit fölírunk, ugye igen. Csak én próbáltam, mutassuk meg a kamerának, mert ez elég dermesztően néz ki. Ezt más autósok is alkalmazzák, vagy ez a ti saját patentetek? Hát, ezt mindenki alkalmazza, csak mindenkinek egyénre szabott a stílusa. Oldjuk fel a főbb hieroglifákat. Mutassuk, ugye? Tehát a 100 az minden esetben az egyeneseket jelenti, tehát méterben. Az L az, hogy átlő. Tehát van benne ilyen kis hupi, de átlett nyomni egyenesen. Hát vannak ugye a jobb kanyar, bal kanyar. Ez itten az S-sel, H-val a sima jobb hosszú. Sima jobb bol, hosszú, igen. Sima bal, ugye, mert itt csak SB. Kézzel beküldenétek ezt a fürge ujjakba, és valaki megpróbálna megkötni. Érted, hogy átlövés jobb. Én nagyban a megőrül, érted már? Az igaz, hogy van egy különleges berendezésed, amivel... Van, az azt jelenti, hogy amikor ordítok a pintérnek, hogy pintér nyomd a vizet, akkor a pintér nyom egy gombot, és pisilünk a hátsó kerékre vizet. Pont. Amitől csúszik. Tehát kézifékhúzás, vizelés, ugye? Ezt más szokta, nem csinálja, akkor igen? Akkor szoktam megnyomni, hogyha én azt akarom, hogy izguljunk. Igen, tehát a pintér kezéről az életünk. Tehát ha már unatkozunk, én egyből nyomom. Igen, na és mit csinálsz még, amit a többiek nem? Mondjuk ugorni, vagy? Nem mondjuk ezt? Mondjuk de, mondjátok, 500, igen. Ugye az 500 az mondtuk, az átlő, méter, átlő, és akkor üveggel. Üveggel, de az, hogy nyomja. Nyomja, de padlógáz az üveg. Padlógáz, ami nálatok erős izgalmi állapotban jelent 120 km. Igen. Álomhatár. Álomhatár. És akkor ugye, tehát utána... Akkor mennyi a versenyzési sebességetek, kiló? 50. Na ez az. Fölfele. Most még kiröhögöd? Nem, egyáltalában ez teljesen távol állt tőlem. Lejtőn mi volt a maximumotok? Lejtőn 140, azért ott izgulós. Tehát ott azért úgy legyen képbe az, hogy fékezni, az felejtő. Ugye azt tudnunk kell, hogy keresztlaprugó, dobfék. Tehát igen, ez az, ami igen. A technológiánk van ugye a csúcsgépben. Igen. És hogyha ott megnyomja a pintér a vizet, na, akkor izgalmas a történet. Akkor izgalmas. És megnyomja? Meg. Lehet rá számítani. Fél óráig megyünk fölfele, lefele, meg csak két perc. Két percig, hát be kell valami elemet nyomni. Tehát és elég sokat közlekedtek így két keréken, ahhoz is kell a víz, nem? Ahhoz nem kell. Sőt, éppen nem. Éppen azért van a víz, hogy ezeket a kétkerekes történeteket kiküszöböljük, igen. Mert? Mert hogyha csúszik a hátulja, akkor nem akad meg. Amin persze nem kevés VB csapat sírva fakad a röhögéstől. Mert ugye azok 50-100 éve azon dolgoznak, hogy az autó minél jobban tapadjon, minél jobban az úton legyen. Ehhez képest Magyarországon vannak a trabantos idióták, akik meg vizezik a kereket, hogy még... Na. És így mutogatnak ránk. Igaz-e, hogy a rajongók olykor, ugye annak idején Liszt Ferencről mesélték, hogy a rajongók a frakjából próbáltak egy darabot letépni, hogy tőletek is az autóról próbálnak, na, meséljetek erről. Olyan, hogy letörnek az autóból darabot. Ó, viszlát! Hát ez Trabantból speciál, nem kell hozzá hidegvágó. Befejezésül azt gondolnám, hogy itt van ez a csoda Verda, legyetek olyan kedvesek, és hát ha nem is in action, de mutassuk meg a mi drága kedves közösségünknek. Most már ti tudjátok, hogy mi jön. Először is nézzük meg ezt a vizezést. Ugye én mondom a pintérnek, hogy vizet, Ricsi. Tehát én ezt megnyomom, és akkor a hátsó kerék. Oh, yes! Hú, nagyon komoly. És így van kitalálva az egész. Mennyi liter vizet visztek egy útra? Hát az nem tele van az a tartály, az egy gyorsági telék. Azt viszlát. És az mennyi, 5 liter? Hát 3-4.
Hát Párizs-Dakarra nem lenne. Arra nem lenne. Legalább jelzés szinten akkor állítsuk elő azt a helyzetet, amikor két keréken dargáztok, az hogy történik. Hú, hát az izgulós lesz. Jó. Na, merre boríjuk. Segítek én is. Szeretnénk egy kicsit még átadni neked valami ajándékot. Na jó, tessék, tudjuk, hogy nem annyira szereted az ajándékot. Hogy lássod minket a kamera. Az elsőt azt a Ricsi adná. Jó, az egy ilyen kis szuvenyír, kis borotok. Rettenetes gondnák. Ez a kalap történet. Na, nagy kalapos vagyok, azt tudjátok. Én azért gondolkoztunk ezen a... Sőt, kalapba beszólok a kalapba vezetőknek, hogy... Sőt, 2 hónap ezelőtt ellopták a kalapodat. Igen. A rádióban? Igen. Ezért. Hozhatok egy újra. A kósborítok? Persze, igen. Ezt így meg lehet fogni? Igen, ezen az oldalon vagyok. Vagy jobb inkább lent? 1, 2, 3. Na még, gyorsabban. Úgy. Na, jöhet. Zsír! Ennyi, ezt így szoktuk felvizelésre. Hát ez azért más autóval nem lehet ilyen könnyen végrehajtani. Jó voltál, Sanyi. Király vagy. Köszönjük szépen. Király vagy. Hölgyeim és uraim, még egyszer nagyon köszönöm a kedves figyelmességet, amelyel voltatok bátor elhalmozni. Nem mondanám, hogy tökéletes méretű, de a gesztus a lényeges. Kővári Barda, Pintér Ricsi, köszönjük szépen, azonnal folytatjuk Eperjes Károllyal és Idén Lascsinával.